Hát gondolom nem kis kihívás nektek ilyen gyönyörű időbe beülni ide a sátor alá, és engem hallgatni ilyen rettenetes témában. Megmondom őszintén, hogy izgulok én is, mert ez egy olyan terület, a pénznek a területe, ami hát lehet jó is, meg rossz is, lehetnek benne örömek is, lehetnek benne keserűségek is, de hát remélem, hogy valahova eljutunk. A vége az mindenképpen izgalmas lesz, azt már most mondom nektek. Köszönöm, hogy itt lehetek, és hogy találkozhatok veletek. Én egy hívő családban nőttem fel, öten voltunk testvérek, és a szüleimtől már gyerekkoromtól kezdve láttam a missziózást, és láttam, hogy ők hogy követik Istent, hogy élik az életüket, hogy osztják be a pénzüket, és hát ebben a környezetben nőttem fel. Azért beszélek egy kicsit részletesebben a családról, mert az anyagi dolog miatt sokszor vissza fogok erre csatolni, mert hogy vannak benne fontos dolgok, ami miatt ezeket elmondom. Az őseim azok földművesek voltak, egy német családból származom, és mind a két ágon, tehát a szüleim mind a két ágán földművelésből éltek, tehát mondhatjuk azt, hogy szegények voltak, szegény család volt, és aztán mi ebből az ágból jöttünk ki, és ahogy mondtam nektek, hogy hívő családban nőttem fel, és a misszió az mindig a középpontban volt az életünkben, tehát én már egész fiatalon bekapcsolódtam többféle misszióba, sokféle missziómunkát végeztünk, táborokat szerveztünk, koncertkörutakat szerveztünk, és már akkor házas voltam, amikor hivatalosan is a Magyarországi Fiatalok Krisztusért munkájába bekapcsolódtam, amit a mai napig végzünk, és hát ez az egyik szolgálati területem. Szentendrén élek a családommal, négy gyermekünk van, a két lány a szélén és két fiú a középen, öt unokánk van, abból négyet lehet látni az életben, az ötödik az úton van, az még nem született meg, de már megvan. Egyébként pedig annak az ötödiknek az apukája itt van, az ifjabb Péter, a nagyobbik fiunk, ő is itt van a táborban, talán már találkoztatok vele. Nagyon boldog család vagyunk, nagyon jól érezzük magunkat a bőrünkben, ahol vagyunk, és én remélem, hogy azok az élettapasztalatok, azok az élmények, amiket én átéltem az anyagiak területén, a pénz területén, ha egy picit is fog segíteni, akkor annak én nagyon örülök, és hát ez a célunk. Említettem nektek, hogy lesz egy meglepetés a végén. Egy olyan meglepetéssel készültem, amit soha nem használtunk még idáig, soha nem csináltunk még idáig, de most kipróbáljuk, hiszen a pénzről van szó, és egy izgalmas dolog lesz. Hát miért is jöttünk el, miért is vagyunk itt, miért érdekel bennünket a pénz annyira? Ugye az életünknek minden egyes területén valahogy kapcsolódunk az anyagiakhoz, és talán nincs olyan nap, hogy a pénzt el tudnánk kerülni. Hoztam nektek egy kis illusztrációt, és szeretném ide kitenni az asztalra. Nekünk van egy vállalkozásunk, 30 évvel ezelőtt egy családi vállalkozást elindítottunk. Ez egy utazási iroda, és ez az utazási iroda, ez gyakorlatilag keresztény csoportoknak a szolgálatában van, és szeretnénk segíteni keresztény, egy picit segíthetnél, ezt a fatálat vedd meg innen, légy szíves. Oké. Szóval van egy vállalkozásunk, és amióta ez a vállalkozás működik, van egy páncélszekrényem, hát a biztonság kedvéért az iratokat ott tároljuk. Lehet, hogy segítene az, most csinálunk egy ilyen icebreakinget, pénzt akarok nektek mutatni, hogyha közelebb jönnétek, akik hátul vagytok, hogyha nem ciki,
akkor gyertek ide előre, és akkor látom jobban, ha látom, hogy fáradtok, és el akartok aludni, akkor majd bedobunk valamit. De ha tudtok, gyertek már ide közelebb, és akkor jobban látlak benneteket. Szóval van egy páncélszekrényem, és sokat utaztunk az életben, egész előre jöhettek, amennyire csak tudtok. Elkezdtem gyűjteni az utazásunk során mindenféle pénzeket, és ezt most ide kiteszem nektek. Mindenféle régi pénzek vannak a világ minden részéről. Aztán papírpénz is van, meg ha már pénz, akkor gondoltam, hogy legyen autentikus. Szóval be voltak egy része ragasztva a szekrénybe, a többi része meg csak így zacskóba gyűjtöttem. Világ minden részéről, a régi európai uniós országoknak a pénzei is itt vannak, még az euró előtt. Aztán a nagymama, amikor meghalt, akkor a szekrényébe találtunk 500-ast, régi 500-asokat. Az a vicces ebben az egészben, ebben a sokféle pénzben, ami itt van, hogy igazából nem sokat ér. Megmondom, hogy miért nem ér sokat, mert benn van a páncélszekrényben, és nem használjuk. Tehát gyakorlatilag, amit ide kiraktam az asztalra, még vannak benne értékek, itt van egy 5 dolláros, van egy 2 dolláros is, ezt nagyon ritkán lehet látni, de ugye ezek már van, ami kiment a forgalomból, tehát hogy nem nagyon lehet vele mit kezdeni. Elraktam, gyűjtöttem, hogy hát ha majd a gyerekek vagy az unokák fogják élvezni, van benne még valahol itt egy tantusz is, tudjátok mi az a tantusz? Régen a telefon fülkébe ezzel lehetett telefonálni, nem pénzt kellett beledobni, hanem kellett a postán tantuszon, és akkor azt dobtuk bele, azzal lehet telefonálni. Szóval mindenféle van itt, majd a végén megnézhetitek, itt fog maradni. Ráteszem ezt a tálat. Vettem még, képzeljétek el, ez egy nagyon érdekes, egy 2000 forintos, ez egy millenniumi pénz, rá is van írva, hogy magyar millennium, 2000-be adták ki. Ez is ott van a szekrénybe. Hát biztos ér 2000 forintot, de mivel ott fekszik a szekrénybe, hát így nem sokat ér. Szóval ez a pénz, ez egy dekoráció. De mi a pénzt nem úgy akarjuk ma kezelni, vagy nem úgy akarunk róla beszélni, mint dekoráció, hanem úgy akarunk beszélni róla, hogy hogyan használhatjuk, vagy hogy használjuk mi ezt a hétköznapokban az életben. Több pontot szeretnék érinteni, több lábra szeretném ezt a szemináriumot tenni. Egyrészt gondoltam arról, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent a karrierépítés, és aztán az, hogy kapcsolódik a pénzhez. Aztán beszéljünk arról egy kicsit, hogy mit jelent a családépítés, és aztán az, ahhoz, hogy kapcsolódik a pénz, ahhoz, hogy kapcsolódnak az anyagiak. Aztán mit jelent számomra a munka, hogy néznek ki az én hétköznapjaim. A munka mellett ott van a hobbim, a kikapcsolódásom, esetleg a sport. Aztán talán a legtöbben gyülekezetből jöttetek, valamilyen szinten, valamilyen szolgálatban lehet, hogy részt is vesztek. Ezek a szolgálatok, a misszió munka, hogyan kapcsolódik az anyagiakhoz. És aztán az egésznek a kerete, amit meg összefoglalja, valahol mindegyik terület kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan építem Isten országát, hogyan veszek részt Isten országának az építésében, és itt szintén, hogy hogyan kapcsolódnak bele az anyagi dolgaim. Említettem nektek, hogy milyen családból származom, és volt egyszer egy családi találkozónk, és ezen a családi találkozón fölírtunk egy statisztikát, körülbelül 100-an voltunk, én egy nagy családból jövök, megcsinálták a családfákat a család tagjai, és ott megmutatták nekünk, hogy honnan származunk, és mindenki, tehát név szerint is föl vannak sorolva, és összeszámoltam, több mint 100 második unokatestvérem van. Persze nem mindegyikkel találkoztam, mert sokan külföldön élnek,
de hogy egy nagy család van, és akkor néha össze szoktunk jönni, ilyen találkozókat szervezünk, és néztük azt, hogy a generációk milyen iskolázottságúak voltak. A nagyszüleim generációjában nem volt egyetlen egy értelmiségi se. A szülői generációban kettő volt, tehát az én szüleimnek a generációjában, aztán a mi generációnkban már körülbelül 30%, és a gyermekeinknél pedig már 50-60% fölött volt, akik iskolázottak voltak. Tehát mi valahonnan jövünk, nekem is van egy hátterem, és ugye amikor a karrieremet építettem, és szerintem itt a legtöbben ti, vagy legalábbis sokan vagytok fiatalok, most építitek a karriert, és készültök arra, hogy valamilyen munkát tanultok, valamilyen képzettséget akartok szerezni, valamik szeretnétek lenni. Érdekes volna hallani azt tőletek, hogy miért azt választottátok, amit választottatok, és hogy mit reméltek, tehát hogy mik szeretnétek lenni, és miben reménykedtek, tehát hogy az, amit most éppen csináltok, annak van-e valamilyen jó reménye, mire lehet itt számítani Magyarországon. Azt hallottam, azt olvastam, hogy a magyarok egy panaszkodó nép vagyunk, tehát nagyon sokan kesergünk, hogy itt mondjuk Magyarországon nagyon nehezen lehet egyről kettőre jutni, nagyon magasak az árak, főleg most a lakásárak elszálltak, sokat kell tanulni, az is probléma, hogy nyelveket kell tanulni, hogyha most már valaki egyetemre akar majd menni. Szóval én úgy tudom, hogy egy ilyen kicsit ilyen panaszkodó nép vagyunk, és hajlandóak vagyunk sok mindent hibáztatni. Az egészségügyet, az oktatást, most éppen a műanyagpalackokra vagyunk mérgesek. Köszönöm, hogy hoztatok nekem egyet. És vagy éppen a globális felmelegedés. Ugye nyáron mindenki sok pénzt fizet azért, bocsánat, télen, hogy elmenjen egy meleg helyre, és kösz. Télen sok pénzt kifizetünk, hogy elmenjünk meleg helyre. Nyáron pedig be kell szerelni a klímát, hogy le tudjuk hűteni magunkat. Van egy nagyon kedves szomszédunk, aki lehet, hogy van, aki ismeri is őt, Szentendrénél közvetlen szomszédunk a Zetelaki család, és a Réka, Zetelaki Réka, ő egy újságíró lett, és egy pár évvel ezelőtt bejárta Dél-Amerikát, Közép-Amerikából indult, és elment egészen le Dél-Amerikának az alsó csúcsáig a barátjával. Majdnem egy évet utaztak, több mint 7 országba, vagy 7 országon keresztül mentek, és most olvastam a Rékától, azt mondta, hogy a világ nagy része hálás lenne, ha ilyen körülmények között élhetne, mint mi. Talán a hazánktól távol majd észrevesszük, hogy az igazi érték itt van éppen az órunk előtt. Amikor Erika hazajött, egy hátizsákkal járták be, mondja az anyukája, meséli, ő most már nem ott lakik, hogy azt mondta Réka, hogy hazajött, és mondta az anyukájának, hogy igazából nincs szükségem semmire. Mindaz, ami itt van a szobában, a ruháim, meg a bútorok, hogy 7 vagy 8 hónapon keresztül egy hátizsákkal végigjárta Dél-Amerikát, és gyakorlatilag elég volt neki az, amit éppen a hátán vitt. Tehát, hogy van nagyon sok értékünk, van nagyon sok kincsünk, csak kérdés, hogy szükség van-e rá. Szeretnék egy igeverset felolvasni, hogy mit mond a pénzről a Biblia, mit tanít nekünk Jézus. És ez egy kicsit összefüggésben van már azzal is, hogy a családba, ahonnan jöttünk, milyen anyagi körülmények között vagyunk, és hogy mire lehet számítani. Ez az igevers, ez a példázat a gazdag és a hamis biztonságról.
Valaki megszólította a tömegből, Mester, mondd a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő azt felelte neki, ember, ki tett engem bíróvá vagy végrehajtóvá közöttetek? Aztán így szólt hozzájuk, vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Most, hogy olvastam ezt az igeverset, valami nagyon megütötte a figyelmemet, és valami nagyon érdekes dolog van benne. Természetesen mindenki szeretné, hogyha sok pénzünk lenne, és biztonságban élhetnénk. Most kérdés, hogy mennyi ez a sok pénz, és mit jelent a biztonság, és mi az, ami elég a számunkra. Itt ugye a mestertől kérnek segítséget egy örökség elosztásában. Mivel ez az örökség nem jött így magától, valaki visszatartotta, itt azt is látjuk, hogy van egy családi konfliktus. Nem tudom, hogy honnan jöttetek, milyen háttérből jöttetek, de én már hallottam a mi ismeretségi családi körünkben is, hogy amikor pénzről volt szó, tehát amikor valami pénz hirtelen jött, egy örökség, és azt el kellett osztani, akkor ott elindult egy harc, egy versengés, hogy kinek mi jár, és általában ilyenkor jön a veszekedés, és jönnek a konfliktusok, és jön egy nagy családi perpatvar. Itt is valami ilyesmi lehetett, mert mestertől kérik a segítséget, hogy segítsen, hogy ezt a pénzhez, ehhez az anyagi forráshoz az illető hozzájuthasson, és úgy látjuk, hogy Jézus ő nem akart ezzel foglalkozni. Tehát az, hogy neked mennyi van, nekem mennyi van, hogy az igazságos-e, hogy mi jár nekem, nagyon úgy tűnik, hogy Jézus nem foglalkozik ezzel, sőt azt mondja, hogy nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Hát akkor mitől függ az életünk? Az a helyzet, hogy lehet, hogy az elején kellett volna mondanom, én nem vagyok se pénzügyi tanácsadó, nem vagyok se gazdasági szakember, úgyhogy nagyon jó helyre jöttetek, mert hogy nem tudom megmondani senkinek se, hogy mi az a pénz, ami elegendő, és azt se tudom megmondani, hogy mikor lesztek boldogok, mennyi pénztől lesztek boldogok. Egy dolgot tudok, amit én megtapasztaltam, és amit látok a hétköznapokban, hogy ha a pénz oldaláról közelíti meg az ember a boldogulást, akkor nem jut sehova. A gyülekezetünkbe elvergődött egy hölgy, nem volt hívő, de valahogy egyszer csak megjelent, és szükségben volt, és segítségre szorult, és aztán befogadtuk és támogattuk, és járt rendszeresen a gyülekezetbe, és hát azt hittük, hogy na ebből előbb-utóbb valami jó útra tér, és valami klassz dolog lesz. És aztán kiderült, hogy nem tudtuk, de mindenkitől pénzt kéregetett. Tehát soha nem volt neki elegendő pénze, hanem mindenkitől egyenként a családokhoz odament, és akkor pénzt kért. Hozzám is jött, és tőlem is pénzt kért. Én tőlem éppen a lánya ballagásának a virágra kellett neki pénz. Hát ez milyen fontos dolog, kell virág, mindenkinek van virágja, hát az ő lányának is legyen. Persze segítettünk virággal. Aztán jött megint, és akkor már másra kellett. Ez a hölgy nehéz helyzetben volt, de amilyen volt, azt se tudta beosztani. És aztán a végén odáig fajult a dolog, hogy ki kellett hirdetni, hogy senki nem adhat neki pénzt, hiszen nem tudjuk megoldani a problémáját. Aztán jött megint hozzám, és megint volt valamilyen kérés, valamilyen cél, hogy mire kell a pénz, és én mondtam neki, hogy örömmel segítek, de le kell üljünk, és el kell kezdeni számolni a pénzt, és megnézzük, hogy mennyi a bevétel, és mennyi a kiadás, és próbálok segíteni neki, próbálok tanácsot adni.
hallottuk azt, hogy a gyerekeknek reggel croissant vesz, amikor mennek iskolába. Mi a gyerekeknek zsemlét vettünk, amit megkentünk vajjal, és szalámit tettünk bele, tehát olcsóban ki lehetett hozni. Aztán hallottunk másféle döntéseket is, amit hozott, ami szerintünk nem volt jó. És amikor fölajánlottam, hogy szívesen segítek, üljünk le, és akkor beosztjuk együtt a pénzt, de akkor eltűnt. Soha többet nem jött. Tehát tanácsot már nem kért, hanem neki csak a pénz kellett volna. Úgyhogy hát sajnos így nem tudtunk segíteni. Megtanultam egy dolgot az életben, ami belevésődött, és ez az egyik, amit szeretnék nektek átadni és a szívetekre helyezni. Hogy mennyi lesz a bevételünk, mennyi lesz a bevételetek, ugye azt mondtam, hogy nem tudom, attól függ, hogy milyen iskolába jársz, attól függ, hogy milyen munkahelyed van, attól függ, hogy mennyit kapsz a családodtól, örökséget. Van, aki nulláról indul, és nagyon szép karrier tud befutni, és sok pénzt össze tud gyűjteni. Van, aki sok pénzzel indul, és aztán szépen lenulláz mindent. Van, akinek van, de nem tud vele mit kezdeni, és lusta, és nem tudja jól használni azokat a forrásokat, azokat az eszközöket, ami van. De azt szerintem elmondhatjuk, hogy mindenkinek van valamennyi pénze. Persze nem erről fogunk most beszélni, hogy kinek mekkora jövedelme van, ki mennyit tud spórolni, ki mennyit tud félretenni, kinek mekkora bankhitele van, ki az, aki a szüleitől függ, ki az, aki önálló lábon áll, mikor fogok kijönni a banki hiteleimből, hogyha van ilyenetek, hiszen ahányan vagyunk, annyiféle élethelyzetben vagyunk. Egy dolgot tanultam a Bibliából, és egy dolgot tanultam a szüleimtől, hogy mindenem, amim van, az az Istené. Legyen az pénz, legyen az ház, legyen az tehetség, legyen a feleségem, a gyermekeim, minden az Istené. És az, amit én kapok tőle, azzal gazdálkodom. Azt használom, és azt az ő dicsőségére, az országának az építésére használom. Az egyik alap, amit megélünk mi, az a tized, amire a Biblia tanít bennünket. Hogyha szeretnénk, hogy biztonságban legyünk, ha szeretnénk, hogy jól éljünk, akkor nagyon fontos az, hogy amim van, abból Istennek visszaadjak egy tizedet. És nem ebből a tizedből adok Istennek, aminek nincs értéke, mert lehet, hogy be lehet valamit ebből váltani, lehet, hogy valamire lehet használni, de igazából ez semmi. Tehát Isten nem ezt várja tőlünk, hanem azt várja tőlünk, hogy a legjavából adjuk neki oda tizedet. Bibliában, ugye az Ószövetségben sok helyen van erről tanítás, de az egyik legszebb történet a Bibliából, és ezt is szeretném nektek elolvasni, az az özvegyasszonynak a két fillérje, és egy nagyon-nagyon érdekes képen jön ez a történet elénk, mégpedig úgy, hogy Jézus leült, ezt a Márk 12-be olvassuk, ami az özvegyasszonynak az adományát, hogy Jézus leült a templom kincstárral szemben, és figyelt. Tehát Jézus leül, és figyeli, hogy mi mit kezdünk a pénzünkkel, az adományunkkal. Ugye többen voltak ott, és többféle összegeket vittek, tehát Jézus leül, és figyel. Jézus figyel bennünket is. És akkor többen jönnek, és többféle összeget dobnak bele, de aztán jött egy szegény özvegy, és bedobott két fillért, és akkor odahívta a tanítványokat, és akkor mondta neki, hogy ez a szegény özvegy többet adott mindazoknál, akik pénzt dobtak a kincstárba. Miért adott többet? Azért, mert mindenét odaadta.
Tehát amink van, mindenünk amink van, az autó, amivel eljöttem, a ház, amiben lakok, a munkám, a tehetségem, amit Istentől kaptam, az minden az övé. Tehát én itt most ezekkel csak sáfárkodok. És erre szeretnélek benneteket is bíztatni, hogyha az anyagi területen szeretnétek boldogok lenni, szeretnétek boldogulni, szeretnétek egyről kettőre jutni, akkor mindent úgy kezeljetek, amitek van, hogy az az Istené, és azzal őt akarjátok szolgálni. És akkor meg fogja tudni áldani az életeteket. Ennek az igeversnek, amit itt olvastunk az előbb, a családi örökség kapcsán, volt egy másik, van egy másik része, illetve a folytatása ennek a példabeszédnek, amikor azt mondja Jézus, hogy egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott, akkor így gondolkodott magában, mit tegyek, nincs hová gyűjtsem a termésemet, majd ezt mondta. Ezt fogom tenni, lebontom a magtáraimat, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm minden termésemet és vagyonomat. Aztán azt mondom a lelkemnek, én lelkem, van sok javad, sok esztendőre eltéve, nyugodjál, egyél, igyál, élvezd az életet. Ugye nagyon érdekes, idáig úgy tűnik, hogy Isten egy áldást adott valakinek, egy jó vállalkozónak. Szerintem jobb álmunk se lehetne. Egy barátomról mindjárt fogok mondani egy példát. Kicsit hasonló helyzetben van, mint ez a gazdag ember, mert növekedik a vagyon. Jó termés van, és akkor valamit kell csinálni ezzel, be kell raktározni. Tehát idáig tök jó hangzik a dolog. Azt mondja, hogy lebontja a régi tároló helységeket, és épít a magtárakat, és épít nagyobbat, és oda gyűjti minden termést és vagyont. És aztán azt mondja, hogy sok javad, sok esztendőre eltéve, nyugodjál, egyél, igyál, élvezd az életet. Isten azonban így szólt hozzá, esztelen. Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Ki lesz mindaz, amit szereztél? Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Na hát akkor itt van, kezdünk megérkezni a gazdagsághoz, hogy ki a gazdag. Van egy barátom, akiről meséltem, kicsit hasonló a helyzete, Szentendrén él. Amikor mi kiköltöztünk Szentendrére 20 évvel ezelőtt, akkor ismerkedtünk meg velük, hiszen a gyermekeink nem a Péter ifjabb, ő már akkor iskolás volt, hanem a másik fiunk még óvodás volt, és ott az óviba öltöztettük a gyerekeket, és ott összeismerkedtünk, Gábornak hívják, és mivel mi építkeztünk, ő pedig forgalmazott radiátorokat, meg csöveket, nála vásároltunk. És ezóta ez a barátság tart, és a Gábort úgy megáldotta Isten, még nem merítkezett be, de nagyon közeledik Istenhez, és az értékeket ő rá helyezte. Tehát mondhatjuk azt, hogy a hit útján jár. Isten úgy megáldotta a vállalkozását, hogy a tavalyi esztendőben 45%-os növekedése volt az üzletének. Ez szinte elképzelhetetlen. Persze azt mondják, hogy a gazdaság megy, de hát nem ilyen mértékben. Az övé meg szárnyal. És Gábor ott központot, meg csarnokokat épített Szentendrén, és tartott egy hála vacsorát azoknak, azokat meghívta, akik részt vettek ennek a központnak az építésében. És a Gábor, aki még nem a gyülekezetünk tagja, nem tett így emberek előtt bizonyságot, de azzal kezdte a vacsorát, egy ilyen 60-80 ember volt oda meghívva, hogy elsősorban Istené a dicsőség, és Istennek adok hálát azért, amit ő a vállalkozásommal tett. És ez annyira megható volt nekünk, hogy felismerte a Gábor, hogy az a munka, amit ő végez,
az nem az ő tehetsége, persze tehetséges, hiszen aki tud 6 milliárd forintos forgalmú vállalatot, céget vezetni, közel 100 munkatársa van neki, ott egy komoly irányítási feladat van, tehát ez egy tehetség is, amit ő végez, de mégis a vállalkozását úgy látta, hogy az Isten vezeti, és az Istentől függ, és az övé a hála és a dicsőség. Egyébként, amikor mondtam neki, hogy jövök ide, és a pénzről fogunk beszélni, akkor nagyon felcsillant a szeme, és azt mondta, hú, én is szívesen jönnék, csak most éppen a családjával nyaralni ment. Na, Gábort érdekes volna meghallgatni, mert ő aztán tényleg első kézből tudja mondani azt, hogy mi az, amire kell figyelni, és mondta, hogy nagyon szívesen beszélne a munkatársainak is, akiknek ugye az életéről ő anyagiakra gondoskodik, hogy szeretne segíteni nekik, hogy nem csak pénzt adok, fizetést, hanem az is jó lenne, hogyha azt a pénzt, amit kapnak, az be tudnák osztani, és jól tudnák használni. Gyülekezeti, missziós feladataink, amiket végzünk, nagyban függ attól, hogy amink van, az az időnk, a forrásaink, hogyan tudjuk befektetni. Nagyon nagy dilemma sokszor bennem is, hogy amim van, azt tartalékoljam, spóroljak, vagy befektessem. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Egyáltalán van-e, amit lehet spórolni, amit félre lehet tenni. De hogy mi a helyes egyensúly, mennyit lehet költeni, mit, mire költsek, mire fordítsam, ez egy óriási titok, és egy óriási kihívás. De a misszióban mindenképpen én mindenkit arra bíztatnék, hogy amink van, azt fektessük be. Tehát, hogyha van valamilyen eszközöd, van valamilyen forrásod, azt az Isten országába érdemes befektetni, és be is kell fektetni, hiszen erre kaptunk parancsot, és kaptunk feladatot. A Máté evangéliumában van az, hogy amikor a misszió parancsról olvasunk, Máté 28-ban, a tanítványok elmentek, és találkoztak Jézussal, és akkor Jézus mondja nekik azt, hogy minden hatalom nekem adatott a mennyen és a földön. Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Tehát van egy feladatunk, amink van, azt oda kell hozzuk Jézushoz, és be kell fektessük, mégpedig úgy, hogy elmenjünk, és a jó hírt, amit ő ránk bízott, azt továbbadjuk másoknak. Nagyon egyszerű. Tehát úgy gondoljuk, hogy egy nagyon bonyolult és komplikált életben vagyunk, pedig teljesen egyszerű. Amink van, amit kaptatok, nem tudom, hogy kinek mennyi a forrása, szüleitől mennyi pénzt kap, mennyi zseppénzt kap, nem tudom, hogy dolgoztok-e már, van-e jövedelmetek, azt se tudom, kinek mennyi lesz a nyugdíja, vagy lesz-e nyugdíja, azt se tudom, hogy ha megházasodtok, aki még nem házas, annak lesz a saját lakása, vagy háza. Ezek mind nagy titkok, és nem egyforma lesz az is biztos, akik itt vagytok. De egy nagyon fontos dolog van, hogy amink van, azt az Isten országába be kell fektetni. Azok a források, azok az eszközök, amik nálatok vannak, azokat be kell fektetni az ő országába. Ez kéri tőlünk, ez a feladatunk, ezért születtünk meg, hogy az a pénz,
az az eszköz, amink van, azt az ő országára fordítsuk. Ezt mondja a tanítványainak, és ti, akik itt vagytok, hiszem azt, hogy azért vagytok itt, mert szeretnétek az életben egy olyan küldetésnek ti is a részesei lenni, ami eszköz lehet abban, hogy építsük az Isten országát.